És um, tényleg látni azt, hogy az Isten cselekszik. Dávid azt mondja, hogy a, a, a te szeretheted, az még az életnél is jobb. Amikor ezt látod, hogy az Isten szeret téged, szeretve vagy, az jobb, mint az élet. Um, azzal kezdtük hétfőn, csak kicsit felfrissítem a dolgokat, Mostan a tábornak körülbelül a közepe, ez az ilyen mélyvölgy, nem egy kicsit fáradt lehet. Azzal kezdtük, megnéztük Ézsaiásnak az életét. Megnéztük azt, hogy uh, az előtt, hogy az Isten bármire elhívna téged, hogy bármilyen elhívás, küldetés, bármi lenne, kell, hogy legyen egy találkozásod az élő Istennel. Megnézzük, hogy Ézsajás belelátott egy ilyen mennyei Isten tiszteletbe, és rájött arra, hogy jaj nekem, mert elvesztem. Tiszteletlen ajkú vagyok, és tiszteletlen ajkú nép között lakok, és megnézzük azt a csodálatos mondatot, hogy a te védked el van véve, a bűnöd meg van bocsátva. És utána mentünk tovább oda, hogy akkor van egy elhívás. Megnéztük Mózesnek az életét, hogy elindult ő valahogy egy hercegből, elindult egy hercegként, aztán lett egy senki, ő úgy gondolta régen, hogy itt vagyok, bármit megteszek, aztán eljutott oda, hogy egy senki vagyok, én küldj bárki más, csak ne engem. És eljutottunk oda, megnéztük az ő életében azt, hogy hogyan használta őt az Isten, akár a pusztán keresztül, hogy miket végzett el Isten a szívébe. És aztán megnéztük tegnap, amikor elindulsz egy elhívásban, amikor elindulsz az élő Istennel, akkor nagyon-nagyon hamarosan fogsz azzal találkozni, hogy vannak utonállók ezen az úton, vannak góliátok, akik eléd és azt mondják neked, hogy te innen nem mész tovább, te itt ma meghalsz. És megnéztük Dávidot, ahogyan felkészült gyerekkorától kezdve arra, hogy épült a jelleme, épült az Isten való kapcsolata, hogy azt tudta mondani ennek a filiszteusnak, hogy te ma este meg fogsz halni, mert az élő úr nevébe jövök ellened. És annyira jó volt látni, egy, egy ima meghallgatás volt, amikor így fogytak el innen a kövek. És abban a hitben uh, voltunk tegnap este, hogy hogy góliátok halnak meg. És uh, ma egy kicsit tovább megyünk. Uh, én tegnap este úgy feküdtem le, hogy mondtam az úrnak, hogy uram, hát én, én most hazamennék. <laughs> Szívem szerint én úgy érzem, hogy amit tudtam, megcsináltam és, és elmondtam, de de én nem tudom, hogy hogy. Tudná-te még egyszer szólni hozzánk? Mert én, én kimerültem, elfáradtam, én nem tudom, de te tudnál még egyszer szólni hozzánk? És úgy eszembe jutott az, amikor egyszer, talán először mentünk a, a családdal a budapesti állatkertbe, és uh, van ott az a kis nagyobb része a bejáratnál, a pénztáraknál, az egy drága helyem. Úgy, de amikor odamész, a fiam látta ilyen kőoszlóból az elefántokat, és így körbenézett, és azt mondta, hú, ez nagyon szuper. És akkor így mondtuk neki, hogy fiam, mi be sem mentünk az állatkertbe. Tehát még csak ez, ez, a bejárat, tehát hogy most fogunk bemenni az állatkertbe. És ez annyira kegyelmes az Istentől, hogy, hogy amikor valamit tapasztalsz belőle, akár a személyes csendességedben, akár egy, egy dicsőítésben, egy imádatban, akár a szolgálatban, akkor ő nem azt mondja, hogy ding-ding, elérted a földön elérhető maximumot, hát most már ez lesz, tehát így plafonizáltál, érd be ezzel. Hanem azt mondja, hogy gyere tovább, van még? Van még? Bőven. Jordan Edwards, egy híres evangélista, ha jól emlékszek, 87-szer olvasta már újra a Bibliát, mielőtt még meghalt. És azt mondta, hogy mintha először olvasnám. Olyan erő van benne. Szóval hat így vel arra, hogy van még az Istennél. És Gedeon kapcsán azt fogjuk megnézni, hogy tegnap azt láttuk, hogy góliátok vannak, akik rá támadnak, és ezeknek halniuk kell. De ma megnézzük, hogy nem csak góliátok vannak az ember életében, nem csak, nem csak olyan dolgok, amikkel küzdködünk, bűnök, amik, amik ránk terhelődnek, hanem lehetnek az életünknek bálványai. Uh, amik nem feltétlenül mindig rossz dolgok, uh, de egy olyan helyre kerülnek, ahova nem kéne. Na, ezt fogjuk megnézni nem olyan sokára. Szeretném, hogy elővennéd a Bibliádat, és megint nagyon köszönjük Lehelnek, Emőkének, hogy itt teljesen mindent megcsináltak, hogy el tud képzelni a cserépedényt és a, a mai modernkori bálványokat. Nyisd ki a Bibliát a Bírák könyvénél. Onnan fogunk most olvasni a Bírák könyvéből. A hatodik fejezettől fogjuk felvenni most a szálat. Uh, de már kicsit szóba jött a bírák könyve, hogy látjuk azt, hogy újra és újra ugyanaz történik Isten. Megmenti a zsidókat, jól megy a dolguk, az a zsidók elhagyják Istent, megint akkor Istenhez kiáltanak, megint megmentőket, megint jól megy a dolguk, és megy újra és újra, újra ez a spirál. És innen veszük fel a szállat a hatodik fejezetnél, nyisd a Bibliádat, ami úgy kezdődik, hogy Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Az ötödik fejezet úgy ér véget, hogy és béke lett az országban 40 esztendeig. Ez jó, nem? És a folytatás. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. És mielőtt uh, ilyen nagyképűen elítélnénk a zsidókat, hogy pö, mennyire, mennyire senki házik, hogy ezt csinálják, uh, ez néha egy tükör, nem? Amikor az Isten megkönnyörül neked, leszáll, és kiemeli nehéz helyzetből, véget ér a kampányidőszak, ugye az ima életünkben, és akkor huh, meg lehet pihenni. És aztán megint bajba vagyunk. De azt olvassuk, ezért az Úr mindjárt kezébe adta őket. Ez egy nagyon-nagyon súlyos mondat. Szóval kimondja a Biblia, hogy az Isten adta az ő népét mindjárt kezébe. Ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon ez fontos ez a mondat, hogy megértsd azt, hogy amikor akár egy valami nehézség van az életedben, az, az nem az a kérdés, hogy olyan Isten tud-e róla, Persze, hogy tud, mindenről tud, olyan mindenható. És itt azt látjuk, hogy ő adta mindjárt kezébe az ő népét. Ez egy nagyon tudatos dolog volt. A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a gyülekezeteknek, hogy nem térsz meg, akkor kimozdítom a gyertyatartódat. Jézus azt mondta az eklézsiáról, nem sokszor használta ezt a szót, ezért nagyon fontos, mikor használja. Azt mondja, hogy én felépítem az én eklézsiámat, az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalt. Tehát a pokolnak nincs olyan ereje, hogy tönkretegye az Istennek az egyházát. De ő azt mondja, hogy neki arra van hatalma, ő a gyülekezetnek az éltetője, és ő az, aki azt mondja a gyülekezetnek, hogy én most kimozdítom ezt a tartót. Ezek nagyon-nagyon súlyos igék, és, és szeretném, hogy ott tudnánk ebből valamit mélyebben megérteni. De nézzük a folytatást, azt olvassuk, a, most megint kicsit ugrok még itt a bevezetőnél, hetedik vers, amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az úrhoz mindjárt miatt, az úr egy profétát küldött. És ennek a profétának az üzenete nem az volt, hogy oké, okay, srácok, nincsen baj, mindjárt minden szép lesz, hanem elmondja azt, hogy az Isten kihozott ideket Egyiptomból, elmondta, hogy nem kéne imádni ezeket a népeket, stb. stb. és is isteneiket, és azt mondja, hogy de nem hallgattatok szavamra. Ez volt a profétának az üzenete. És úgy tűnik, hogy Isten küld egy profétát, aki azt mondja, hogy figyeljetek, az Isten hallja, hogy kiáltotok hozzá, és az az üzenete, hogy ő ezt elmondta nektek, hogy ez fog történni. Nem hallgattatok rá. És elmegy a próféta. És gondolta volna a nép, hogy hát akkor itt most mindennek vége, végünk van, egyszerűen végünk. És azt olvassuk, hogy aztán eljött az Úrnak az angyala. Ez a kegyelem, nem? Hogy az Úr azt mondja, hogy én megmondtam, és ti nem hallgattatok rám. És aztán eljön az Úrnak az angyala Gedeonhoz. Erről az jut eszembe, amikor a kisfiam a rossz fát tett a tűzre, és otthon büntetésbe került, és bemegy a szobájába, aztán hamarosan kijön. És mondom, hogy fiam, te mit keresel itt? Azt mondja, apa, én gondolkodtam. <laughs> Tudod, apa, József ellen rosszat tettek a testvérei, nem? De az úr jóra fordította azt. Én rosszat tettem, apa, de az úr ezt most jóra fordítja. Úgyhogy vigyázz, hogy sokat beszélsz a gyerekednek ezekről a történetekről, mert nagyon-nagyon nagyon ravaszak a gyerekek, borzasztó ravaszak amúgy. És... Na mindegy, kicsit le is a lábam ettől a mondatától, de, itt azt látjuk, hogy az nép megint elbukik, megint mindent elszúrnak. Az Isten elmondja, hogy előre mondtam, hogy ez fog történni. És aztán az Isten azt mondja, hogy tudjátok mit, jó, akkor elküldök valakit hozzátok. És innen veszük fel a szállat. Innen jön az a része, amit talán jól ismerünk Gedeonnak az életéről. Azt olvassuk, hogy aztán eljött az Úr Angyal, az 11. vers, és lejut Ofrában a cserfa alatt, mely az Abiézzel nemzetséghez tartozó Jóánsé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse mindjárt elől. Az Úr Angyal a megjelent előtt is így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz! Na most Ismerve azt, hogy milyen helyzetben vannak a zsidók, hogy éppen uh, ezek a mindjenitek azt csinálták, ezek okos emberek voltak, szóval uh, nem dolgoztak fölöslegesen. Megvárták az aratás előtti napokat, és akkor jöttek és vittek el mindent a zsidóktól. Szóval ez semmi nem maradt, egy állat nem maradt. egy, Tehát, És itt van ez a Gedeon, uh, aki titokban próbál valami keveset, mégis megmenteni, hogy ne halljanak éhen. És jön az angyal, ránéz, és azt mondja, hogy erős vitéz. Hogy érezhette magát Gedeon? Benéztünk ma a foci meccsre, és nem mondom elő, hogy melyik csapat. Az egyik csapatnak a meccsét néztük, a pc megsértődnének, elmondanám, hogy ők voltak. És ameddig én láttam a meccset, addig nem annyira áltragyogóan a mi részünk. Szóval, hogy na mindegy. És utána lehet, hogy minden megváltozott, de az a rövid idő, amit belepillantottunk, az nem volt a legszebb pár perc. És képzeld el, hogy ezután kijön a péceli csapat oda, megyek hozzáik, és azt mondom, hogy Magyarország reménységei. Féljük, az új aranycsapat. Komolyan, hívhatlak puskásnak. Tehát, hogy srácok, ez az. És így nézzen nekem, hogy hagyjam már béként, ha nem jött évvel pocizni, és akkor mennek tovább. Tehát e ezt hívnánk úgy, hogy szarkazmus vagy irónia, hogy most, most, komoly. Tehát, hogy most még, még, így, még így belénk is rúgsz egyet, hogy, hogy kifigurázol minket. Gedon valami ilyesmit érezhetett, hogy azt mondja neki az úr angyala, hogy erős vitéz hát Gedeon itt mindennek érezte magát, csak ennek nem. És ezt ő eléggé szóvá is teszi. Nézzük, hogy mit mond, azt mondja, Gedeon azonban ezt mondta neki, kélek Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, melyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, most meg eltaszított bennünket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt, mindjárt markából, én küldelek téged. Gedon ezt mondta, kérlek, uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb manasséban, és én a legkisebb vagyok atyámházában. Megint egy kicsit megállnánk. Um, Gedonnak a válasz az nagyon-nagyon az mély. Amikor, amikor van egy nemzetség, itt most a zsidóknál, amikor van egy nemzetség az egyházban, amik már nem látta az Istennek a munkáit erővel, hatalommal, az, hogy megráz egy nemzetet, megráz egy országot, hogy néhány évtized alatt gyülekezetek százai plántálódnak, és csak halljuk az ősi történeteket, hogy hogyan indult, micsoda ébredés volt, hány ezren merítkeztek be, fú, milyen dolgok voltak akkor kialakul ebben a nemzetségben egy, egy nagyon erős csüggedés, keserűség, egy, egy pessimizmus, hogy hol vannak azok a csodák, amikről a nagyapáink meséltek. Nekünk azok nem elegek, hogy elmondták, hogy mit éltek meg a világháborúban, meg hol vannak azok a csodák ma. Hol van az Isten ma? Uh, Fiatal korom, én hihetetlen sok ö, ilyen életrajzi könyvet elolvastam. Nagyon-nagyon szerettem olvasni, mi van a közel-keleten, Ázsiában, a dzsungelekben, milyen missziók vannak. És eljött egy pont, amikor meg, meg ez átfordult, és nem akartam még egy könyvet kinyitni, mert az volt bennem, hogy elegem van abból, hogy elolvasom, hogy mi történik a közel-keleten, mi történik Ázsiában, micsoda ébredés van Amerikának a dzsungeleiben, miért nincs itt semmi Magyarországon. És gyerekként ez, ez nagyon elkeserített, hogy én nem akarok megint olvasni arról, hogy mi van ott. Miért nem látom azt? Miért nem térnek meg emberek az országunkban? Miért, miért, van az, hogy majdnem minden osztálytársam volt a gyűlibe, és még egy sem tért meg? Miért van az, hogy, hogy, hogy vagyunk? Jim Elliot olvastam azt a mondatot, amikor valami ilyesmivel küszködött és leírta azt, hogy Uram, ha, ha nem az gyümölcsöket, akkor, akkor vedd el az életemet, mert ezt nem bírom. Nem bírom látni a gyümölcstelenséget az életembe. És amit van Gedeonban, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Eljut oda, hogy, hogy hol vannak ezek a dolgok. És félre ne értsetek, nem arról beszélek, hogy most ilyen szenzáció, hajház akarok lenni, és, és mindegy, csak nagy dolgokat lássunk meg, csodákat lássunk meg. Nem. Akarom látni az Istennek a munkáját ebben az országban. Akarod látni? A családodban? Az osztályodban? Az egyetemen? Tényleg beszéltünk arról, hogy van ára az ébredésnek, és mekkora ára van annak, amikor nincs ébredés. És nézzük meg, hogy mi a kulcs Gedeon életében. Mi volt az, ami, ami változást hozott az ő nemzetségében. Uh, beszélget ezzel az angyalal, akiről ki is derül, nem sokára, hogy nem is akárki Gedeon, hogy meg is fog ilyen, hogy te jó égén az, az úr látom. És hogy életbe vagyok, mert mindent. tehát ez egy nem akármilyen beszélgetés, most itt Gedeonnál. Uh, az úr elküldi, és most szeretném, hogyha tudnánk megnézni azt az egyik első dolgot, amit Gedonnak tenni kell. Most megint egy kicsit ugrunk a történetben, azért, hogy tudjunk arra fókuszálni, mert ma esténnek az egyik fő üzenete lesz. 25. vers, ugyanazon az éjszakán, ezt mondta neki az úr. Végy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett hét éves bikát. Rombold le apád baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vág ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején kőrakásból. Vedd a bikát, és áldoz fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Nagyon-nagyon fontos dolgokat olvasunk itt. Az Isten elmondja Gedeonnak, hogy ő most cselekedni akar. Elmondja azt, hogy eljött az az idő, hogy megszabaduljon a nép. Elmondja azt, hogy már tudom is, hogy hogy fog, téged foglak használni, hogy megszabaduljon ez a nép, és akkor Gedonban lehet, az lett, hogy oké, okay, akkor induljon a harc. És azt mondja neki az úr, nem. Itt még semmi csetepati nem lesz, nem. Van egy sokkal fontosabb dolog. Van valami, amit előtte el kell intézni. És azt mondja neki az úr, hogy van egy oltár, amit le kéne rombolnod. Na most itt egy kicsit megállunk, jó? Szóval felteszem, hogy nem, nem sokan találkozhatok azzal, hogy otthon van egy házi bálvány a házba, és, és előtte hajlunktok, vagy valami. Tehát azt mondhatni, hogy, hogy, ilyen dolgok talán annyira nincsenek előttünk, de hadd mutassak valamit nektek. Itt van a szíved. Mondjuk azt, hogy ez egy ideális állapot a szívednek. Mik a bálványok az életünkben? Én úgy tudom elmondani, hogy a bálvány az, ami elkezd gyökeret verni a szívedben, és nézzük, hogy mi fog történni egy idő után. Elkezdjük behálózni, és a végén teljesen, és teljesen tönkreteszi a szívedet. Ma már nem úgy hívjuk a báványokat, hogy Baal, meg, meg, meg Diana, meg, meg nem, nem oroszlán fejű embertestű szobrok előtt hajlonganak a mai emberek, de nagyon fontos megértenünk azt, hogy a bávány az nem ment ki divatból. Sose fog kimenni a divatból sokkal kifinomultabb lett, sokkal okosabban csináljuk mi mai emberek, de éppen olyan báványimádás mely a mai korunkban, mint ment a zsidó korszakában. És az Isten azt mondja Gedeonnak, hogy én eldöntöttem, hogy meg fogom szabadítani ezt a népet. Én eldöntöttem, hogy cselekedni fogok, de van egy bálvány, amit el kell tön amit tönkre kell tenni. És van egy oltár, amit fel kell építeni belegondolsz, mi, mi ennek az értelme? Hát ott van egy kis, a, a, kis, a kertben egy kis, a, nem is tudom, egy kis pici valami most, ezt mit kell már piszkálni? Hát sokkal nagyobb dolgok lesznek mindjárt, sok ezer ember ellen kell majd elindulni, és, és sereget gyűjteni, és így, izé, kit érdekel most az a kis házi bálvány ott az udvaron? Azt mondja az, azt mondja, az is, hogy engem érdekel. Mert amíg az ott van, addig itt ez nem fog megtörténni. A új szövetségi párhuzam. Jézus bemegy a templomba, Látja azt, hogy mi történik a templomban, hogy a pogányok udvarra, aminek az lenne a célja, hogy azok az emberek, akik nem ismerik az Istent, bejöhessenek oda, és találkozzanak vele, és azzal a néppel, akikről Isten azt mondja, hogy papi nemzetség lesznek e világ számára, na azt az udvar telepakolták mindenféle árukkal. Amikor nem vagytok ott, akkor az egy az, az épület. Kőből állfából lehet hogy ez egy nagyon megszentelt hely, és egy nagyon beimádkozott terem, és legyen így, és legyen azt számú, egy nagyon-nagyon fontos épület. De az egy épület, de nem a nem az A Szentléleknek a templom, az te vagy. Ezért nem gyülekezetbe járunk, és nem templomba járunk, hanem te vagy a gyülekezet, amikor ezt megéled, hogy Isten így építi fel az ő egyházát. A elképesztő volt látni azt, a, Isten megadta egy nagyon rövid időt, kint lettem a közelkeleten. Olyan gyülekezeteket látogatni, ahol nincsenek épületek, mert, mert elveszítették, mert lerombolták, mert felrobbant, mert nem kapnak engedélyt. És ébredés van, de olyan ébredés, amiről eddig csak olvastam. És látod azt, hogy, hogy, nem az épület kell hozzá, nem a fénytechnika, nem a hangtechnika, nem, nem a klíma kell hozzá, nem. Az embereknek a kétségbe esett kiáltása az Istenhez, hogy ragad meg ezt a nemzetet. És az Isten megtette. És azt látjuk, hogy amikor Jézus kiűzi a templomból azt, ami nem, va, nem odavaló, akkor helyet kap az, ami odavaló. Helyet kap az, hogy elkezd gyógyítani, hogy elkezd szolgálni a tömeg felé, hogy elkezd tisztítani embereket. És itt Gedeonnal azt látjuk, hogy azt mondja az Isten, hogy én eldöntöttem, hogy meg akarom szabadítani ezt a nemzetet, de romboljátok le ezt az oltárt. Rombold le ezt az oltárt, és építs fel egy oltárt nekem. Szeretném, hogy tudnám most megnézni, hogy mik ezek a bálványok. Mert azt mondod lehet, hogy most nem értem, miről beszélünk. Mi, milyen bálványok lehetnek az életünkbe? Um, ahogy imádkoztunk a csapattal, ahogy készültünk, próbáltunk összeszedni a közösen is olyan, olyan, területeket, amiket látunk, hogy ma Magyarországon, itt Európában bálványok lehetnek az életünkbe. Uh, és a bálvány alatt azt is értem, hogy nem biztos, hogy rossz dolog, csak egy olyan helyet foglal el, amire azt mondja Jézus, hogy ide ne. Ide ne ülj. A kocsinkban van öt hely. Uh, nagyjából ugyanúgy néznek ki, van egy megkülönböztetett hely, ahova a fiamat nem engedem ülni, csak néha, mint <laughs> mondjuk lehetek nap látjátok, úgy itt elmentünk vele, de hogy van egy hely, ahol van kormány, oda én szoktam ülni, mert ő, 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 ő oda nem ülhet. Az nem neki való. Az életemnek van egy helye, ahol van kormány, és Jézus nem, nem, egy ilyen ember akar lenni itt a anyósülésről, aki mondja neked, hogy nem megyünk egy kicsit gyorsan, mit gondolsz, lassíthatnánk. Nem, ő ott akar a kormánynál. Ő nem egy, nem egy, vendég akar lenni, meg egy, meg egy kis megfigyelő a beszélgetéseidnél, ő a házigazdája akar lenni az életednek. Ő nem néha be akar nézni a lakásodba, ő akar lenni a lakberendező, aki azt mondja, hogy ez ide jó, ez ide nem jó, ő akar lenni minden, mindenben. És akkor most nézzük meg néhány olyan bárványt, amik, amik megjelentek a mai nemzedékben. Próbáltam ezeket egy kicsit uh, csoportosítani azért, hogy könnyebben tudjunk ezekkel bánni. Uh, azt mondja János, hogy ami a világban van, az a szemnek a kívánsága, a testnek a kívánsága és az élettel való kérkedés. Uh, ez, ez, ez az egy mondat, amit János ír a levelében, ez kb. minden báványt lefog le magában is, és hogy a János levelének az utolsó mondatához lapozol, döbbenetes, ahogyan írja, írja, írja a levelét, befejezné az ötödik fejezet legvégén, és akkor még odaír egyetlen egy mondatot a legvégére. Megvan ez a mondat? Gyermekeim, őrizkenjetek a báványoktól. Ezt én úgy tudom elképzelni, hogy, hogy fogja, fogja a papírt, a pergament, vagy amit amire írja ezt, ezt a levelet a gyülekezetnek, és írja, és már az ötödik fejezet, ő nem tudta, hogy ötödik fejezet, de már nagyon sokan eltart, és már nagyon-nagyon régóta ír, és még maradt egy nagyon pici hely a papíron. És így gondolkodik, és rá az egyházra, és azt mondja, hogy na, ezt még oda kell írni. Őrizkedjetek a báványoktól. A birtoklás. Mi az, hogy birtoklás? Uh, amit látsz ezen a képen... Uh, ez alatt minden, ami a pénz, ami a munka, karrier, az előléptetés, ezek rossz dolgok? Kérdezem, én rossz dolgok ezek? Nem. Rossz dolog a pénz. Van adakozás lelki ajándéka. Tök jó dolog. És az Isten megáldja ezt, amikor ezt valaki teszi. És, és tudja az Isten megáldani azt, hogy a valaki gazdag, akkor szolgáljon ezzel az Istennek, az ő gazdagságával is, és, és fektesse be ezt, ezt, is sávárkodjon vele. Szóval ez nem egy rossz dolog. Rossz dolog a munka. Lehet hogy azt érzed majd, de nem. A munka az egy fontos dolog, a, hogy dolgozol, hogy megéled ezt az életedben. Rossz dolog az, amikor, amikor előléptettek. Nem, az egy tök jó dolog. Az Isten megáldott a munkahelyeden. Áldott legyen a neve. Dánielékről is ki a látszott messziről, hogy megvannak áldott Babilonban, és ez egy tök jó dolog volt. Rossz dolog az, hogy van előtted egy jövőkép, egy életpályamodell. Nem! De amikor ezek a dolgok ezek elkezdenek előtérbe kerülni, és elkezd minden arról szólni, hogy én, én akkor vagyok valaki, hogy megvan a legújabb kütyű a kezemben, mert a másiknak már megvan a legújabb kütyüje, és annak már ilyen a, ilyen a, a kamerája, meg ilyen, meg, meg és, 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 kell nekem az a cipő, mert abban leszek olyan értékes, és kinéznek akkor, hogy nem leszek ilyen, és kell ez, is, kell, kell az, és kell ez a kocsi, és kell ez a munka, és kell az, hogy bekerüljek erre az egyetemre, kell ez, kell ez, mindez kell azért, hogy én végre az legyek, akinek lennem kell. És ezek által azt gondolod, hogy ezek által leszel értékes. Ezek fogják beteljesíteni az életedet. Na most, hogyha azt látnám a gyermekeimnél, hogy, hogy elkezdenek mindenféle dolgot magukra aggatni, hogy szeressem őket, és, és, és azt látnám, hogy elkezdenék ezt tenni azért, hogy értékesek legyenek, akkor megállnék, és, és nagyon-nagyon mérges lennék, nem rájuk, hanem a helyzetre, és el akarom nekik mondani, hogy drága lányom, drága fiam, értsd meg azt, hogy nem az a rony tesz téged értékesi a szememben, nem az a kütyű, ami a kezedben van, nem az az ötös, amit beírtak az, a, bizonyítányodban, nem érdekel. Nekem te vagy az érték, úgy, ahogy vagy. Nem számít, hogy, mit vettél fel éppen, vagy mit van, vagy mit nincs. Nem attól leszel nekem értékes. Hadd mutassak egy képet. Nem vagyok a modern művészet ellen, azt azért elmondom, hogy nem vagyok szakértője, sőt, nagyon nem. Uh, Beret Newmannak az egyik festménye ez, uh, csak hogy pontosan mondjam a számot, uh, azt hiszem kiírtam, 105 millió dollárért kelt el ez a festmény. Szóval, látod, hogy a gyerekeim szünetbe rajzolnak és színeznek, én készítem őket, hogy valami hasonlót tudjanak már megcsinálni, uh, én, nem tudom, majd lehet valaki bizatkozik velem, én 100 millió dollárt csannék érte, nem 105 de még mondjuk 500 forintot se tehát elcserélném egy meleg a büfébe. Biztos, hogy nem, nem látnám nagyobb értéknek, de azt mondjuk, hogy ez a világ egyik legértékesebb festménye, tudod miért? Mert valaki hajlandó volt érte 105 millió dollárt fizetni. Ezért azt mondjuk, hogy ez egy értékes festmény, akkor is, hogyha ki tudták nyomtatni egy pénytel előtt perc alatt egy ilyet, akkor is azt mondom, hogy ez egy értékes festmény. Szóval az ár, amit valaki fizetett érte, meghatározza az értékét. Tudom, mit mond rólad a Biblia? Hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön meg aranyon váltottál meg az atyáitól örökölt hiába való életmótól, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak Jézusnak a vérén. Hadd kérdezzem meg, hogy mennyire vagy értékes. A telefonod nélkül, a kütyüd nélkül, a munkád nélkül, a sulid nélkül. Ennyire vagy értékes. Hogyha mindent elveszítenél, ha meg a suliból, ha, ha, ha elbocsátanak, hogyha elszegényedsz és tönkre mész, ennyire vagy értékes az Istennek. Értékes vagy, és szeretném, hogy a tudnád azt megérteni, hogy nem egy bálvány fog téged értékesíteni, egy olyan társadalomban élünk, ahol, ahol, az vagy, amit van. És hogyha egy menőkocsiban ülsz, akkor vagány gyerek vagy. Hogyha, hogyha, sok pénzed van, és jól vennek a dolgait, akkor vagy valaki. Ez borzasztó nagy hazugság. Ez egy bálvány, aminek le kell omolni az életedbe. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Az értékem abban van, amit az élő Isten mond rólam. Ez az értékem. Semmi más. A felkészítő hétvégén beszélgettünk arról, hogy a szolgálat az kétszer nagyon veszélyes, amikor jól megy, meg amikor rosszul megy. Akkor is veszélyes, hogy a, a, a sikereid által akarod magadat értékelni, meg hogyha a kudarcaid által akarod. Egyik sem az identitásod. Ezek dolgok, amikben Isten használ, és tanulsz belőle, és fontosak ezek. De az identitásod, az, az onnan jön, hogy az Isten mit mond rólad. És azt mondja rólad, hogy amikor rád nézett, és látott téged a bűneidben, a szégyenedben, amikor még, még, semmit nem tudtunk tenni, egyetlen igaz cselekedetet se tudtunk felmutatni, semmit. Azt mondja a Biblia, hogy Isten azonban abban mutatta meg rajtunk az ő szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még a mi bűneinkben voltunk. Semmi nem volt. Úgy, ahogy voltál. Hogy hallgattuk ma Ági délelőtt, csupaszon az Isten előtt. Az Isten azt mondta, hogy eljövök érted. Azért, mert akarom helyreállítani azt, amit elrontottunk. És az első bálvány, a birtoklásnak a bálványa, akkor tud leomolni az életedbe, hogy ezt el tudod engedni. Hogy nem az vagyok, amin van. Isten megállt téged, is, és álda legyen az ő neve ezért. És hogyha olyan helyre enged téged, és, és a, vannak olyan emberek ma is a világon, akik nagyon-nagyon sikeres üzleti pályát futnak és és van olyan ember, aki azt mondta, azt írja az egyik könyvében, hogy 90%-át a fizetésének befektet a misszióba, 10%-át megtartja. És azt mondja, olyan áldás van az üzletén, hogy ebből a 90%-ból gyülekezetek százait plantálták már Ázsiába. Azért, mert ő dolgozik, és azt mondja, hogy engem megállt az Isten a munkába, és ezt a pénzt én odaadom neki, hogy használja az ő dicsőségét és kamatoztassa. Semmi baj nincs a pénzzel, semmi baj nincs a karrierrel. De amikor ez lesz az, amin keresztül akarod megtalálni a boldogságodat, az, hogy teljes legyen az életed, akkor az Isten szeretne téged leültetni. Én akkor megszoktam fogni a gyermekeimnek a fejét, mert összeviszem el még a szemük. Megfogom a fejét, hogy nézd rám, nem ez vagy te. Apa téged azért szeret, aki vagy. Mert az enyém vagy. Amikor megszületett a gyermekem, ezt majd amikor átélitek, csomó könyvet olvastunk az apaságról, meg az anyaságról, nem tudsz rá felkészülni. Szóval megfogtam azt a babát, és, és csupa vér volt, meg csúnya volt, meg még össze volt kicsit nyomva a feje, meg, tehát nem az az ideális izé Photoshop, de hogy így fogod, és miért szeretem én ennyire ezt a gyereket, te jó ég, miért? Semmit nem csinált. De annyira szeretem, hogy nem tudom elmagyarázni. És akkor feltettem a kérdést, hogy atyám, te ennyire szeretnél engem? És azt mondja, hogy nem, tudod, én mit mondtam, hogy a ti gonosz létetekre jókat adtok a gyermekeiteknek. Mennyivel inkább én mennyi atyátok adok jókat és szentleket azoknak, akik kérik tőlem. Ez az Isten birtoklás. Szeretném, hogy a tudnál ezt figyelni, és ha mondjam el, hogy van a lapok, amiről szó is volt, arra kérlek, hogy azok a lapokra ne jegyzetelj, mert a tűzmartaléka lesz. Ugyanis szeretném, hogy a tudnál írni arra lapra, hogy Isten valami báványt elíthoz, akár egy konkrét dolgot, akár valamit, írd le annak csak a nevét erre a papírra, hogy van nálattól, vagy hogyha valakitől tudsz kérni, vagy hogyha nem, akkor hittel írd le, mintha lenne tollad, az is megteszi, de, de írd le azt az egy-néhány szót, amit az Isten megmutat neked, majd elmondom, hogy mit fogunk ezekkel később tenni. Birtoklás, hogy? A többet is, amennyi van, akármi, tehát amit az Isten mond, azt szeretném, hogy le tudnád írni erre a papírra, és ez volt az első, amit néztünk a birtoklás. De megyünk tovább, hogy még egy néhány dolgot szeretném, hogy meg tudnánk nézni. A test. A mai világunk egyik legnagyobb báványa a test. A Hál' Istenek, nincsen tévénk, de néha, amikor így, így, egy reklámot elcsípünk, vagy akár a Youtube-on, és látom azt, hogy egy, egy, egy 12 éves lány magára ken egy krémet, amitől azt mondja, hogy nem lesz ráncos. És lám, nem lett tőle ráncos. És etetik a mai embert, hogy neked 60 évesen úgy kell kinézni, mint ez a 12 éves anorexiás lány, mert őse lett ráncos ettől a krémtől, és neked így kell kinézni, ahhoz, hogy jó legyél. És egy olyan világban élünk, ahol azt mondják neked, hogy jó, 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 de neked így kell kinézni. Ma ez a trendi. Ma neked ilyen, ilyen centinek kell lenned, ilyen izmosnak, ilyen csinosnak kell lenned. Hát, ha nem vagy ilyen csúnyák is kellenek nekünk, meg ilyenek, hogy kitűnjenek a szépek, és el akarják veled hitetni, hogy, hogy, van egy trend, ami, ami, most ez. És hogyha te nem így nézel ki, akkor csúnya vagy. Akkor szégyeld magad. Mit látsz itt? Azt látod itt, hogy vannak dolgok. Like. Azt mondják a mai kutatók, hogy az az érzés, ami egy mai tizenévesben zajlik, mikor kapja a lájkokat, a követéseket, a reakciókat, az már súrolja a drognak a hatását. Azok, a, azok az agyi reakciók mennek, benned végbe, hogy akarom látni a visszajelzésből, hogy vagyok-e annyira értékes, mint az osztálytársa, mint az egyetemen a másik barátom, mert ő ennyit kapott, és, és mit kellene kirakjak ebbe a pozba, hogy valaki visszajelezze, hogy szép vagyok, hogy okos vagyok, hogy, hogy jó vagyok, hogy elég vagyok, hogy elfogadnak. Óriási bálvány ez a mai generációnknak. Óriási. És megint mi a megoldás? Az, hogy van egy élő Isten, a teremtőd, aki téged megalkotott, aki azt mondja rólad, hogy te az enyém vagy. És sokszor elgondoltam, amikor elkezdtük az Ovit a fiammal, hogy, mindig hallottuk a rémsztorikat, hogy gyerekek mit csinálnak egymással az oviban, meg bántják egymást, meg csúfolják egymást is. Már bennem volt, hogy hogy tudnék elbújni egy szekrénybe, hogy ne vegyenek észre bent a gyerekek, és ott legyek, vagy nem tudom. És, és, gondolkodtam azon, hogy ha hazajön a fiam, és azt mondja, hogy apa, azt mondták, hogy csúnya vagyok, vagy mit tudom. Én. Akkor leültetem a fiamat, és megfogom a fejét, ugye megint, és, és ránézek, és azt mondom, hogy figyelj, akarom, hogy megérts ma valamit. Ne érdekelne, az, hogy ki mit mond rólad. Apa azt mondja rólad, te vagy a legszebb fiam csodás vagy, és szeretlek téged úgy, ahogy vagy. A, amikor az Isten előtt vagy csendességben, akkor ilyen pillanatokat élsz át, hogy az Isten az ölébe vesz, és azt mondja neked, hogy tudom, tudom hogy sok, sokan bántottak ma. Azt mondja a Biblia, hogy sokan sokfélét suttogtak Jézusról is. De amikor odősz az atya ölébe, és meghallgatod őt, akkor, Szerinted mit jelentett Jézusnak az a mondat, amikor az atya azt mondta, hogy íme a szeretet fiam, aki gyönyörködöm. Jézust ez úgy feltöltötte, hogy nem számított, hogy ki mit mond róla. Belzebub van benne, ördögtől van, mentse meg magát, bizonyítson, nem érdekelte. Mert ott volt benne az a hang, amit az atya mondott, hogy az én szeretett fiam. Nem kell bizonyítson. Nem kell a köveket kenyéré változtassa. Nem kell leugorjon egy templom tetejéről, hogy. Nem. Ő tudta, hogy ki maga. És ez egy nagyon nagy gyógymód ez a bávány ellen. Mi tartozik ide? Népszerűség. Híresek akarunk lenni. Azt akarjuk, hogy, 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 hogy mi legyünk a, a, azok, akikre mindenki figyel, mi legyünk azok, akik akik a reflektorpényben vannak, mi legyünk azok, akik akik ott vannak. A sztárok, celebek, keresztény kö, körökben is megjelenik ez ó, ez a szolgáló jön, ó, ez a dicsőítő csapat, ó, hát akkor ott nagyon fog munkálkodni az Isten. És igen, nyilván van annak köz, hogy hogyha engedelmes az az ember, akkor meg tudja áldani az Isten. De az Isten nem, nem, ilyen szuper keresztényebe gondolkodik, és mindig, amikor hallom ezt a mondatot, hogy az Isten nagy embere. Ezt nem Müller György, aki mondta, hogy nem, a nagy Isten kis embere. A nagy Isten kis emberei vagyunk. Ez nagyon fontos, hogy megérts. Kérdezték Müller Györgytől, hogy hogy van ekkora nagy hited? Azt mondta, nincs. Ekkora nagy Istenem van. Ekkora nagy Istenem van, és most már magnyi hitem. Népszerűség, celebek. Ezt szeretnénk látni ezeket a dolgokat. Hadd mutassak nektek erről egy képet. Nem tudom, ismeritek ezt a két embert. Ki az a kis, vagy tudja a nevét? Reméltem, hogy nem fogtok jelentkezni. Ez a két ember nem létezik mesterséges intelligencia hozta létre ezt a két embert, ezt az két arcot. Ők nincsenek, ők nem emberek, tehát ők nem születtek meg. Ez a két arc egy számítógép kreálmánya, amit beprogramoztak arra, hogy tervezzen tökéletes embereket. És tudod, hogy nem sokára ilyenek lesznek a reklámokba? És te azt akarod, hogy úgy akarok kinézni, mint ő, de ő nem létezik, érted? Ő nem létezik, ez az ember nincs. És ha te úgy akarsz kinézni, mint ő, soha, de soha nem fog ez neked sikerülni. Egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy amit mutat neked a média, amit látsz egy filmben, az nem létezik. Az egy hazugság. És hogy ez a bávány van előtted, soha nem fogod elérni. És mindig az lesz benned, hogy nem vagyok elég. Nem vagyok elég. Csúnya vagyok. Ilyen vagyok, olyan vagyok. Akkor majd, amikor olyan leszek, na majd akkor boldog ember leszek. És még ha el is érnéd, azt fogod észrevenni, hogy nem. Egyik olimpikon elmondta, hogy egész életében arra készült, hogy majd amikor fellép az olimpián az első helyre, akkor. És megadatott neki, hogy fellépett az első helyre, és tudjátok, mit mondott? Hogy az egyik legszomorúbb pillanat volt az életébe. Mert nagyon sokat várt tőle. Fellépett a dobogóra, és tudod, mi volt itt belül? Semmi. Üresség. Azt mondta, hogy az életem elmúlt húsz éve arról szólt, hogy ide álljak. Itt állok, és nem tesz boldoggá. Ugyanolyan céltalanul és üresen mentem be az öltözőbe azapeste, mint bármik másik este. És azt mondtam, akkor ez, erről szólt az életem? A bálványok sosem fognak téged megelégíteni, egyetlen egyszer sem. És ezek nem rossz dolgok. Nem rossz dolog az, hogy belenézel a tükörbe, és mondjuk megfésülöd a hajadat. Nem rossz dolog az, hogy egészségesen élsz. Nem rossz dolog az, hogy sportolsz, és ezek jó dolgok. Azt mondja Pál, hogy van egy kevés haszna még a testnek a sanyargatásod. Ezek jó dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy ez rossz lenne. Nem rossz dolog az, hogy adsz magadra, és szeretnél szép lenni, stb, stb. stb. Ez tök jó dolog. De amikor azt gondolod, hogy ez fog téged majd megelégíteni, hogy ez fog téged betölteni, és ettől lehetsz majd valaki, akkor ez egy bávány az életedben. És amikor azt gondolod, hogy valamit ezek közül el kell még érjél ahhoz, hogy egy, egy, egy olyan legyél, akire azt mondjuk, hogy na ez elég. Akkor ez egy olyan bálvány, amit soha nem fogsz elérni. De menjünk tovább, nincsen sok, de egy néhányat szeretném még nektek hozni. Kapcsolatok. A kapcsolatunknak a bálványa az egyik olyan bálvány, ami teljes gőzerővel dübörög a mai korunkban. Szerelem, szexualitás. Hadd hát hozzak nektek néhány képet. Beírtam azt, hogy tökéletes pár hozok néhány képet, jó? A mai fiatalok azok vagyunk, akik ránézünk egy ilyen képre, és azt mondjuk, hogy azt akarom, ez az, ez az, amit akarok, így akarok kinézni, így akarok mosolyogni, így akarok, ez az, amit vágyok, egy ilyet akarok, így, ez, 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 ez kell nekem, ez. És rohanunk a párkapcsolatokban, hogy ezt megtaláljuk. Én nem tudom. El tudom képzelni, hogy a két ember nem is ismeri egymást. Beálltak modellnek, és lefotózták őket. Nem tudom. Azt is el tudom képzelni, hogy ha még ismerték is egymást, már nincsenek együtt. Nem tudom. Jó esélye nem létezik az, amit látsz ezen a képen. De menjünk egy kicsit tovább. Hadd mutassam én ilyen tökéletes pillanatot. Uh, nem tudom, ti, hogy vagytok. Én nem szoktam így Bibliát olvasni a feleségemmel. Ilyen, ilyen tökéletes arccal. És, és ilyen képeket látok, és azt mondom, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Mi, Mi. Miért nem néz rám ilyen, ilyen, ilyen aranyosan a feleségem, mikor én ilyen diadalittasan ránézek, biblóvasásokat? Miért nem így nézünk ki? Miért nem? Megyek tovább, még ennél csak sokkal rosszabbak lesznek. Így, én, én nem így kelek fel. Tehát amikor reggel felkelek, vagy az egyik gyerek ugrál rajtam, és, és félig halott vagyok, vagy csörög az óra, és, és alig tudom kinyitni a szememet, és látok egy ilyen képet, és azt mondom, hogy én sose leszek ilyen. Én sose fogok így kikelni, tökéletesen beállított hajjal, tökéletesen. Tehát nem izzadt le, nem folyt ki a nyála. Minden tökéletes, nincsen hónai teljesen minden hibátlanul néz ki rajta. És azt mondjuk, hogy ez valóság, nem? Így kéne felkeljen valamik reggel. Oké, menjünk tovább, csak hogy még mutassak egy párat. Következő kép. Nem szoktunk ilyeneket csinálni. És azt mondom, hogy... A mi kapcsolatunkban nincsenek ilyenek, hogy nem. Azt sem tudom, mit csinálnak, de ilyet mi még nem csináltunk. A személyes kedvencem. Nem szoktunk ilyet csinálni, nem szoktam egy, egy fáról lelógni és, és félig, mit tudom, életveszélybe sodorni magunkat. És látod ezeket a képeket, és azt mondod, hogy én ezt akarom. Én ilyet akarok az életembe. Ez nem létezik. Ilyen nincs. Ezek fotók. Megnézel egy filmet, ami csodálatos és nagyon szép dolgokat tudnak bemutatni filmek, de meggyőződésem, hogy azért, hogy a mai házasságok akkor a krízisben vannak, nagyon nagy okozója a filmipar, amit tesznek. Bemutat neked egy borzasztó házasságot, és megsajnálod őket, szegény feleség, de bunkó a férje, ó, de borzasztó. És jön egy nagyon kedves férfi a filmbe. Jaj, bárcsak összejönnének, és megtörténik az első csók, ú, de jó, nekik drukkoltam végig, és vége a filmnek. Jaj, de szép történet volt. És belegondolsz, hogy mi történt igazából? Tönkrement egy házasság. Elváltak a szülők, a gyerekek, elvált szülők gyerekei lettek, de ez úgy van neked beállítva, hogy jaj, de szép. És azt hiszük, hogy ez normális. Mert egy bálvány ma a szerelem. Egy bálvány ma az, hogy lesz valaki, aki téged boldoggá tesz. Ha ezt elvárod valakitől egy párkapcsolatban, halálra ítélted a párkapcsolatodat. Mert egy olyan dolgot vársz el majd a feleségetől és a félettől, amire képtelen. Nem arra hivatott egy házasság, hogy téged boldoggá tegyen. Az egyes szám egy pozitív egész szám. Egész. És igen, az Úr azt mondja, látta az Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. De ne gondold azt, hogy a boldogtalan életedet majd egy párkapcsolat tökéletessé teszi, mert nem fogja. És azok a problémák, amikkel most küzdködsz, és nem oldasz meg, azokat bele fogod vinni a házasságodba. És ha elvárod azt, hogy majd a másik téged boldoggá tegyen, akkor arra fogsz gondolni a házasságod első pár évébe, hogy ez nekünk nem így működik, tehát rossz emberre házasodtam meg. Mert közben én már látom, hogy ki az, aki ezt fogja nekem csinálni. Közben én már észrevettem, na majd ő lesz a megfelelő ember is. Tudod, mi az érdekes? A statisztikák szerint azok az emberek, akik felbontják az első házasságukat egy harmadik ember miatt, és megházasodnak azzal a harmadik emberrel, a következő házasságuk fele olyan hosszú se lesz, mint az első. Felfogjuk ezt? Felbontod a házasságodat azért, mert megtaláltam az igazit, összeházasodsz az igazival, és annyi ideig a házas, mint az elsővel. És durrannak a buborékok, mert egy bálvány nem tud téged megelégíteni. Egy párkapcsolat, egy, 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 szülővel való kapcsolat nem tud téged megelégíteni. Egy gyermek, sokan gondolják azt, hogy na majd a gyermek. Ó, de jó lesz, a születik egy gyermekünk. Jaj, de jó lesz, és milyen boldogok leszünk. Igen, csodálatos dolog a gyermek. Az életünk egyik legszebb pillanatai azok, amikor velük lehetünk, és időt töltetek velük de borzasztó nehéz gyereket nevelni. Nagyon-nagyon nehéz. És, és nem mondom azt, hogy a gyereknevelés boldoggá tesz. Nagyon nagy kihívás, az Istennek az ajándéka a gyermek, ez, ez nagyon igaz. De ha mondjam azt, hogy a gyerek az egy, az egy szorzó lesz a házasságodban, hogy addig már jó volt, és Istentől egy áldott kapcsolatod van, a gyerek ezt nagyon meg fogja szorozni, és nagyon fogod ezt látni, hogy kiteljesedik, és áldás lehetsz a következő nemzedékeknek. Ha romog a házasságod, akkor a gyerek ez be fogja fejezni hiddel. Nagyon sok házasság akkor ér véget, mikor kirepülnek a gyerekek, és egymásra néz a férj és a feleség, és azt mondja, hogy te ki vagy? Idegenek vagyunk, nem ismerjük egymást. Kapcsolatok. Nagyon nagy bávány a mai nemzedékünknek. És szeretném, hogy a tudnád ezt megérteni, hogy egy bávány nem tud téged megelégíteni. Azt mondja az Isten az ő népének, hogy engem a víznek forrását elhagytatok, és repedezett falu víztározókat kerestek, amik nem tudnak megelégíteni. Ezek a báványok amik kívánatosak, amik hivogatnak, amik azzal reklámozzák magukat, hogy majd én, majd én boldoggá teszlek, majd én megadom ezt neked, és képtelen lesz rá. Nem fogja tudni megtenni. De menjünk még tovább. A következő terület vallásosság. És most lehet azt gondolod, hogy te most miről beszélek? Hát nem pont arról beszélek, hogy hát akkor a vallás lesz az, ami majd a befutó lesz. Isten az, aki a befutó. A vallásosság az egy nagyon érdekes dolog. Eljött az életemben az az idő egyszer, amikor én annyira szolgáltam az Isten, és annyira belevetettem magam, hogy igazából, mintha kiraktam volna az életemre a következő kiírást, ami így szól, hogy ne zavarj Uram, én éppen téged szolgálok. Nekem most nincs időm rád. Én téged szolgálok én, én most szolgálok téged, nekem most nincs arra időm, hogy elvonuljak, meg imádkozzak, meg csendesség, meg így Én most szolgálom a nagy Istent. És az Isten egyszer meg, megérintett, és azt mondta, hogy, hogy ezt fejezem be. Ennek semmi értelme. Semmi értelme. Belevetettem magam, és, és volt egy eljárás az életemben, egy, egy, egy bizonyos területre, egy egzotikusabb területre, hogy megtanuljak egy nyelvet, stb. És belevetettem magam is, és azt mondtam Istennek, hogy én most nem érek rá, én most kiadjam, amit eddig megtettem, meg ahogy eddig téged kerestelek, mert most tanulom ezt a nyelvet, amit te mondtál, hogy amúgy tanuljak meg, ugye? És az Isten egy éjszaka megszólított, és azt mondta, hogy mit értél vele, hogy megtanultad ezt a nyelvet, de elveszítetted az üzenetet. Nincs mit mondjál. Mit érsz fel, ahogy tudsz az a nyelvükön? Semmit. Ne zavar, uram, mint téged szolgálok. Ott van Mária és Márta. Márta Pörög, csinál mindent, és, és, és nagyon nehéz lehetett neki. Beállít Jézus egy csomó tanítványjal, hirtelen a feleségek, anyukák, réme ez a szitu, nem? Hogy jön a lelkipásztor, bejöhetnénk egy vacsorára, mondjuk itt vagyunk huszanna, és így. Hogy néz ki a lakás? Te jó, nem volt kitakarítva. Jaj, a szekrények mögött nincsen kipókhálózat. Jaj, nincsen ennivaló. Gyorsan rohanjunk, és mindent csináljunk meg. És hogy Márta rohan és rohan, azt látja, hogy Mária ott a Jézusért, is csodája. És el tudom képzelni, hogy <coughs> egy párszor, na, györöm ég a ház. És oda rohan hozzá, hogy Jézus, szólj már rá. És Jézus azt mondja neki, hogy Annyi minden miatt aggódsz, pedig kevés van, ami fontos, igazából pedig csak egy. Eléggé leegyszerűsítette nekünk Jézus, nem? Mondotta volna, hogy kevés, aztán azt mondja, igazából csak egy. És ő a jó részt választott. És ez nem azt jelenti, hogy ne szolgáld az Istent. De azt jelenti, hogy az életedben a szolgálat lehet egy bálvány. És direkt, ugye visszalépünk, direkt raktam ki két olyan képet. Egy mai kortárs, dicsőítő csapat, vagy egy régi imaház épület. Mind a kettő lett bávány. Nagyon érdekes dolog az, amikor uh, talán mi szembesülünk azzal, hogy van, vannak előttünk nemzedékek, akik beleragadtak vallásos cselekedetekbe. És, és azt mondjuk, hogy nem, mi soha. Uh, ahol leültél az első nap, jó esélye valahol most is ott ősz. mi ezt már velünk, de adja az úr, hogy énekeljék, de hogy, hogy miért nem? Van egy mondás, hogy mire megérted azt, hogy édesapának igaza volt, addigra lesz egy fiad, aki szerint semmibe sincs igazad. Nem mi leszünk az a nemzedék, aki kivétel lesz ez alól. Csináljuk az ifi munkát. Beindult valami, és azt vettük észre. Tudjátok, mit vettünk észre? Hogy bekorlátoztuk az Istent, hogy mi ezt pécelen így csináljuk. És ez így működik. És jövőről is így fogjuk csinálni. És fogtam a fejemet, hogy atyám, hova jutottunk? És amikor, amikor benne vagy a gyülekezetbe, ez egy nagyon jó dolog a gyülekezet is, és szombaton nagyon sokat fogunk arról beszélni, hogy milyen szokásokat vegyél fel az életedbe, amik, amik, szívépítő szokások, amik megtartják az Isten való kapcsolatot, és győztes életre visznek, kihagyhatatlan, hogy jó szokásaid legyenek. Nagyon kellenek a jó szokások. De amikor, amikor van valami az életedben, ami kiüresedik, és ez teljesen mindegy, hogy orgonával teszed, hogy felemelt kézzel, ami kiüresedik, az egy vallásos cselekedet lesz az életedbe. Voltam egyszer egy esküvőn, 90 éves bácsi ült mellettem, ilyen jó vastag szemüvege volt, szegény már alig látott. És a, egy fiatal csapat vezette a, a dicsőítést az esküvőn, a, egyetlen éneket se ismertem, akkor gondoltam, hogy öregszek. Egy is ismerek az ötből, amit énekelnek. És oldalra nézek, hogy únom szegény bácsika, itt mellettem hogy hogy érezheti magát, és tudom, mit láttam a bácsin. Ragyog az arca, folyik a könnye, és minden ötödik szót próbál elkapni a kivetítőn. És mondja. És azt mondtam, atyám, ilyen akarok lenni, de megaláztál engem. Itt van egy idős ember, és látom azt, hogy ott a szíve, ahol kell legyen. És amikor egy gyülekezetbe kialakul egy szokás, hidd el, hogy az életedben is kialakul majd, lehet, hogy nem tizenévesen, de később kialakul egy forma, ami, ami a szívedhez közel áll. Amit otthon hallgatsz, amikor, amikor egyedül vagy. Amikor a kocsiba mész, az, az, lesz az, amire úgy, úgy azt mondod, hogy igen, ez, ez, ez én vagyok valahogy. És, amikor majd elkezdjük azt gondolni, hogy na de amit a másik csinál, az az Isten imádat, az nem jó. Az nem jó. Mert nem olyan, mint az enyém akkor nagyon nagy bajba leszünk. Amikor lenézel valakit azért, mert ő éppen leült, amikor te ugrálsz, is, az, akkor ott valami baj van. Amikor lenézel valakit, mert felemeli a kezét, és ujjong az úr előtt, és azt mondod, hogy ezt nem illik az Isten házába, az nem jó. Nagyon-nagyon érdekes dolog a vallásosság. Ahogyan be tudjuk Istent kötni dolgokban. Nekem nagyon nagy isten élmény volt látni azt a közelkeleten, hogy, hogy ott kint nem azokat a dolgokat éneklik, amiket mi, itt mondjuk a táborba, de nem is azokat, amiket a hit hangjaiból. Egyiket se. Egyiket se ismerik. Semmit. Egy teljesen más világban, teljesen más módon imádják az Istent. És jobb, rosszabb? Amikor elmentem egy ima azt mondták, hogy menjek el egy suliba, mert ott lesz egy ima alkalom, kicsit így félig titokban, meg minden, hogy mert nem, nem lehet hivatalos, meg nincsen épületük. Arra számítottam egy 5-10 emberre, de jó lesz együtt imádkozni. Bementem, és 400 ember ül egy suliban, és így elindul az imádat, és, és, azt látom, hogy mindenhol mellettem emberek folyik a könnyű, körtáncotjának, imádják az Istent úgy, hogy semmiük nincs. Úgyhogy a srác, akivel beszélgettem, elmondta, hogy az osztály, amiben tanul 130 diák van egy osztályteremben, a földön ülnek, és egy tanár van rájuk. És így hogy milyen esélye van nekem,